Hello mindenki! Ma túrázni jöttünk Csobánkára. Egy kis céges kiruccanás. Itt van öcsi. Ott vannak a kollégák, meg gyerköcök. Meg ott hátul is. Szóval Csobánkán vagyunk. Felmegyünk az Oszoly csúcsra. Meg a Nagykevélyre. Ha érdekel benneteket, akkor tartsatok velünk. Előrébb jöttünk, így gyerköcökkel azért nehéz, főleg, hogy egyből egy emelkedővel indítunk. Öcsi hozta az ágyúját, azt a betyárját, majd kiteszem a linkjét, nézzétek meg, milyen képeket gyárt ezzel az ágyúval. Úgyhogy jó, menjünk tovább. Na, olyan mi? Felértünk a Nagykevélyre, elhagytuk a túracsoportot, nem volt hátrány, mondom, nekünk sincs túl jó illatunk, na de nekik, hej! Naftalin szagárad. Ja. Tavaly november elején sikeresen itt estem el, és ment ki a bokám, és kb. Azóta szenvedek vele, de hát ez már csak ilyen. Nézzétek a tájat. Nem kéne kamerázgatni. Azért a túra végén ez elég meredek. Igen. Hű.
óvatosan gyere, mert nagyon törmelékes. Mondjuk állatul néz ki, hogyha így fölnézel. Én mindig attól félek, hogy ilyen nagy darab megindul, és itt letanulják. Na, a srácok, most már mindjárt lent még a kocsinál. Kb. 700 méter. Hát nem gyenge volt most itt az utolsó befejező rész. Elég meredek volt. Kisgyereknek ott a nagy kutyáját cipelni. Hát ez nem ilyen helyre való objektív. Na mindegy. Ha tetszett a videó, iratkozzatok föl. Csekkoljátok le öcsinek is a elérhetőségeit, Instagram, TikTok és mi az Facebook, Pilisi természetfotók, meg Erdei Gámpa, de majd belerakom a videóba az elérhetőségeket, úgyhogy ez a videó már ennyi, találkozunk a következőben, ciao!